amikor réges-régen az összes ember ugyanazon a nyelven beszélt. Siniár földjén telepettek le, és így szóltak egymáshoz. Nosza, építsünk egy nagy tornyot, magasat, mely a felhőkön túl a mennyekig felér, és így majd szerte a földön híresek leszünk, és dolgoztak. Téglát téglára emeltek, míg az úr megelégelve arcátlanságukat szörnyű haragra gerjedt, és úgy döntött, hogy összezavarja a nyelvüket, hogy mind-mind más-más nyelven beszélve ezentúl ne érthessék meg egymás szavát. Ebből aztán nagy zűrzavar lett, és a torony nem épült tovább. Az úr meg szétszórt őket onnét az egész földön, és külön-külön váltak, mind beszélt nyelvük szerint. Ábrám! Ábrám! Lót és emberei fogságba estek! Hívjátok Mamrét és testvéreit, gyorsan! Hegedűsdé Géza. Barbara Hörsi, Menszátor Magdolna. Ábrahám, második, befejező rész. Maximilian Schell, Kárpáti Tibor. Karolina Rózi, Détár Enikő. Andrea Prodan, Csengeri Attila. Gottfried John, Barbinek Péter. Terach szerepében Vittorio Gassman, Mádi Szabó Gábor. Zene Marco Frizina. Vágó Michael Brown. Ezek most azt hiszik, hogy vége a háborúnak. Nem állítottak őröket. A hideg éjszaka a tűznél tartja őket. Te menj a hegyekbe éjszak felől. Eskul, te nyugatra. Áner, te keletre mész. Legyetek ott, mire a skorpió fölébünk ér. Ha jelt adok, egyszerre támadunk. Mit gondolsz, hányan lehetnek? Túl sokan, de nem tudják, hogy mi hányan vagyunk, és nincs holdfény, mely leleplezne minket. Ha támadunk, mindenki öt harcos hangján üvöltsön. Mi 10 ember helyet fogunk. Fényképezte Rafaele Mertes. Seru. Igen, uram. Forgatókönyv Robert McKee. Rendezte Joseph Sargent. Valamit a többi királyról.
szemed. Nem. Halott. Nem, hittél, csak álmodtad, egy rossz álom volt. Nem, ő meghalt, szíve átdöbve, vérben úszik. Biztos a láz az oka. Nem, más ennek a verítéknek az oka, ez nem láz. Nem, nem halt meg. De igen. Meg. Csak rossz álom volt a láz miatt. Ábrám, nem halt meg, nézzél rám. Nem, te nézzél rám. Üres vagyok. Öreg. Kiszáradt. És nem lesznek utódai. Két emberünk látta Lótot és családját. Életben vannak. Köszönöm, uram. Mámra és emberei készen állnak. Még nem. Jelt adnak majd, ha igen. Azt hiszem, most jóval nagyobb erővel állunk szemben. Arjuh és Tidal király nagyon erősek. Eliézer. Múlt éjjel egy láncsa épott csak elkerült, majdnem megölt. Évekkel ezelőtt az én istenem azt ígérte, hogy egy nagy nemzet atya leszek. De ez az ígéret mind máig. Csak ígéret maradt. És most, hogy halálos veszélybe készülünk, ha az úr elszólítana, mivel nincs fiam, nincs senki, aki gondoskodna népemről és sárairól. Senki. Senki. Ezért úgy határoztam, hogy te leszel az örökösöm. Ábrám, Ábrám! Azt akarom, hogy ígérd meg nekem, hogy minden tudásoddal népemet szolgálod, és halálodig gondoskodsz sárairól. Ábrám, szavamat adom, hogy így lesz. Engedd el! Ki vagy te? Ábrám. Ő az unokatestvérem. Szóval őt akarod? És az embereit? Csak ennyi? Nem. A javaikat. A jószágaikat. És az összes foglyotokat. És mit ajánlasz cserébe? Az életedet. Én is elvehetném a tiédet. Igen, elvehetnéd. Egyenlők az esélyek. Ez egy érdekes ajánlat. De csak ha tisztességes, aki tette. Engedjétek el mindegyiket.
Éppen elég vér folyt már. Megkaptuk, amit akartunk. A harcnak vége. Ábrámnak igaza van. Vidd haza a gyerekeket. Isten veled, Ábrám. Isten veled, és köszönjük. Köszöntsük Ábrámot, aki legyőzte ellenségeinket. Szodoma királya, úgy döntöttem, hogy tiéd a zsákmány, amit szereztél, és az is, amit a csatában a mieink szereztek. Egy király megjutalmazza azt, aki bátor. Nem kell tőled semmi. Én csak az unoköcsémet jöttem kiszabadítani. Nem kérsz semmit? Nem. Semmi. Esküszöm a magasságos Istenre, az ég és a föld teremtőjére, hogy egyetlen egy fonalat, sarusszíjat, semmit a zsákmányból nem fogadok el. Mind a tiéd. Cseruk! Rakodjátok le a zsákmányt. Ábrám, nem feledkeztél meg valamiről? Azokról, akiket kiszabadítottál. Azok, akiket kiszabadítottam, szabadok. Azt tesznek, amit akarnak. Szabadok vagy. Bátyám, bátyám, próbálj megérteni. Mi itt Szodomában keményen dolgozunk, jól keresünk. Nem mehetek veled. Te is szabadon dönthetsz. Viseld gondját a családodnak. Visszajöttek! Visszajöttek! Azt hittem, meghaltál.
hagyni a halál miatt. Sosem hagylak cserben. De én cserben hagytalak, nem szültem neked fiat. És most már késő, az Úr is elhagyott minket. Nem, nem hagyott. Megtartotta ígéretét. Fényes győzelmet arattunk, kevés veszteséggel. Szeretlek. Az életemnél is jobb. Uram, Istenem, nagyon félek, egyedül vagyok, mondd el, mit tervezel velem, beszélj hozzám, könyörgöm, szólalj meg nekem. Ne félj! Én a te védő pajzsod vagyok, és a jutalmad igen nagy lesz. Ó, Isten, Isten. De miért? Miért engem jutal? Nincs utódom. Nincs fia. Magam vagyok, és így is fogok meghalni. Miért halmozol el ajándékaiddal? Ez minden, amit tőled kapok, a damaszkuszi Eliézeré lesz. Ő az örökösöm. Ábrám, nem Eliézer lesz a te örökösöd. Menj oltárodhoz, mutasd be áldozatot, és nézz föl az égre. Számold a csillagokat. Ilyen lesz a te nemzetséged. Én vagyok a te Istened, aki kihívtalak a káldéjai Úrból, hogy ezt a földet adjam néked birtokul. Ugyan, Uram, fiú gyermek nélkül hogyan lehetnek utódaim? Ábrám, szövetséget kötök veled. Az lesz az örökösöd, aki testedből származik. Áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. És áldott legyen a magasságos Isten, ki jósága által kezedbe adta
ellenségidet. Melkizedek vagyok, Szálem királya és az úrpapja. Kenyeret és bort hoztam neked. Én boldogan hallgatom szavaidat. A magasságos Isten, aki a mennyet és földet teremtette, és én őt szolgálom. Igen. És ismered őt. Én hallottam a hangjait, és ő juttatott... Ehhez a győzelemhez. Győzelemhez, igen. Én áldom az urat ezért, de ezek a győzelmek... Keserűek. Mert nem csak erőszak árán juthatunk elismeréshez. Most nagy zsákmányhoz jutottál. De te, Ábrám, nem törődtél vele, mert nem ér az... Semmit. Semmit. Semmit ahhoz a jövőhöz képest, amit a magasságos Isten megmutatott nekünk. Hazát találtál ezen a földön, és megvédted azt. Áldott legyen az Úr. Segíthetnék. Hagyjatok magunkra. Ülj le. Egy szívességre szeretnélek kérni. Engem, úrnőm, hisz a szolgád vagyok. Bármit megteszek. Azt szeretném, hogy te dönts. És ne kényszerből csináld. Te egyiptomi vagy, és nem ismered a mi szokásainkat. Ha beleegyezel, arra kérlek, hogy éjjelente feküdj a férjem ágyába, és csináld ezt addig, míg gyermeked nem fogan, de csak is addig. Mikor megszülted, ültesd a kicsit az én ölembe, és ezáltal a gyermek az enyém lesz. Csak is az enyém. Törvény szerint. Úrnőm. Nem látok más megoldást. Az Úr nem adta meg nekem, hogy gyermeket szüljek. Vedd szolgálómat. Általattán mindketten gyermekhez jutunk. Hagynál minket, kérlek.
kapsz tőlem, fiút. A saját tested. Több szülés volt az idén, mint eddig. Bármikor. És lesz még egy a télen. Hagár gyermeket vár. Adok neked. Igen. Igen. Furcsa illata van. Gyógyfűvel ízesített báránysült. Hol terem az ilyen fű? Ezt csak az egyiptomiak tudják. Mi ez? Ábrámnak sütök bárányt. Az én uramnak én készítek ételt. Ha nem tévedek, ez volt a fáraó kedvence. Együtt tettétek jó párszor, nem emlékszel? Mi lesz ez? Bölcső. A gyereknek. Olyan lesz, mint egy kosár. A nádak felsértik a bőrét. Nem, olyan lágy lesz, mint egy madárfészek. Hozok bölcsőt a városból, ami cédrusból és egyiptomi gyolcsból készült, és virágszirmok borítják. Ilyen bölcsőben én nem ringatok gyermeket. Nem is kell, mert én fogom ringatni. És nem illatos dobozban, hanem a mi hagyományaink szerint. Ez az asszony úgy hiszi, hogy ő az úrnő, és én vagyok a szolga. A velem történt jogtalanság visszaszár rád. Neked adtam a szolgálomat. De most, amikor tudja, hogy fogant, kicsi lettem a szemében. Az úr legyen bíró közted és köztem. Kettőtök között történt az egyesség?
akkor ezt magatoknak kell megoldani. Ne, egy biztos. Ő a te szolgád, és te azt teszel vele, amit csak akarsz, de csak törvényeinkkel összhangban. Az egyesség nem bontható fel. Ez így igaz. De nem csak az egyességet kell tisztelnie, hanem népünk szokásait is. Menj vissza dolgozni. Ti menjetek arra, Eliezer, ti arra, siessetek, siessetek. Hagar. Tudod a nevemet? Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Úrnőm elől menekülök. Fogantál és fiút fogsz szülni. És az úr utódaidat oly számossá teszi majd, hogy megszámlálni sem tudják őket. A fiat kemény természetű ember lesz, vad és legyőzhetetlen. Keze mindenki ellen, és mindenki keze ő ellene. Összes testvérével szemben telepszik majd le. Nevezd a te fiadat Izmaelnek, mert Isten meghallgatott. Térj vissza úrnődhöz, Hágár, és hajolj meg hatalma előtt. Keressétek lent a völgybe! Lent! Semmi! Megjelent előttem az Úr angyala. Fiam fog születni, és a neve Izmael lesz. Izmael.
Jól csinálod. Még egyszerre mindent. Jól van, ez az, sikerülni fog. Jól van, nyomd, nyomd, nyomd. Jól van, jól van. Segítek. Én is veled csinálom. Az öletbe teszem, hogy megegyeztünk. De ezt egyedül csinálom. Egyedül. Ezért a kosért. Nagyon értékes állat. Számos sok birka apja. Jócskán növelte vagyonodat. De feláldozod az életét mégis, hogy jelezd az Úrnak, hogy bebizonyítsd, hogy a földön nincs semmi, de semmi, amit fel nem áldoznál érte, a magasságos Istenért. Értesz engem? Igen. Akkor jól figyelj. A szertartásnak megvannak a szabályai. Az áldozatnak békében alá kell vetnie magát a szertartásnak. Na... Kötözd meg! Jó van. És most beszélj hozzá és simogasd meg. Fél szegény, de nem mutathat félelmet. Beszélj hozzá. Jó. Most pedig ráhelyezzük az oltárra. Vágd el a torkát. Gyorsan. Fiam, nem ez lesz az első állat, akit megölsz. Igen, de ez egészen más. Igen. És a szívedben érezned kell a különbséget. Öld meg. És most imádkozzunk. Köszönök neked, édes Istenem. Köszönök neked, édes Istenem. Mindent, amivel nap mint nap elhalmozol engem. És Uram, köszönöm neked a fiamat, Izmáelt, aki bátor és erős, és népemet fogja egykor majd vezetni. Maradj örökké vele. Most gyűjtsünk fát, és gyújtsuk meg a tüzet. Ábrám, én vagyok a te Istened, és szövetséget hozok létre köztem és közted. Ne hívjanak többé Ábrámnak, sokaság atyának, hanem Ábrahámnak, nemzetek atyának, mivel népek sokaságának atyává teszlek, és királyok származnak majd tőled. Feleségedet Sárait ne hívd tovább Sárainak,
hercegnőnek, hanem Sárának, aki királynő. Megáldom őt, hogy néppé legyen. Királyok származnak majd tőle, mert általa fiút adok neked. Ugyan. Uram, de hát uram, egy férfinak az én koromban hogyan lehetne gyereke? És hogyan Sárának? Sára fiat szül neked, akit te Izsáknak fogsz elnevezni. Izsák. Ez az én szövetségem, melyet meg kell tartanod neked és utódaidnak. Minden férfi körülmetéltessék, mégpedig előbőrötök húsát kell körülmetélni. Ez legyen a szövetség jele köztem és köztetek. Ez örök szövetség lesz, és én a te utódaid istene leszek, és leszármazottaidnak adom Kánaán egész földjét, mely mindörökre a birtokuk lesz. Vendégeink vannak. Hozzatok gyorsan vizet! Isten hozott benneteket. Pihenjetek meg nálam. Hoznak vizet, hogy lábat mossatok, és kenyeret, hogy egyetek valamit. Köszönjük, Ábrahám, a szíves vendéglátást. Ábrahám. És hol van a feleséged, Sára? Sára. Ő a sátorban van. Ábrahám. Szolgádat, maradj velem, hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsd magad bele. Tedd, amit mondtál. Húzd kenyeret, a legjobb. A legjobb ételekkel is. Maradok egy ideig. De jövőre ez időtájt visszajövök. És akkorra Sárának már fia lesz. Sára, van bármi is, ami az úrnak lehetetlen? Azt hiszed, hogy túl öreg vagy már a szüléshez? Akkor miért nevettél? Nem nevettem. De igenis nevettél. Fiút fog szülni Ábrahámnak, akit Izsáknak neveztek.
vagyis nevetőnek. Uram. És Ismael? Nem kell aggódnod Ismael miatt. Imé megáldom őt, és termékenyé teszem, és szer fölött megsokasítom. 12 fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. Uram, nem maradnál még egy kis ideig? Nem tarthatom titokban, Ábrahám, a nemzetek atya előtt, amit tenni készülök. Szodoma és Gomorra miatt tetéződött a panasz, mivel hogy az ő bűnük felettébb súlyos. Oda megyek hát, és megnézem, hogy valóban oly megátalkodottak-e. Uram, elpusztítod az igazakat is a gonoszokkal? Uram, talán 50 igaz is van a városban. Nem kegyelmezel meg inkább a városnak 50 igaz miatt? Távol legyen tőled, hogy ilyet cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal. Ha 50 igazat találok Szodomában, megkegyelmezek az egész városnak. Uram, én aki csak por és hamu vagyok, kérdem tőled, ha csak 5 hiányzik az 50 igazhoz. Az 5 miatt elpusztítod az egész várost. Nem pusztítom el, ha 45 igazat találok. Uram, ne haragudj! De lehet, hogy csak 40-et találsz. 40 miatt sem fogom megtenni. És 30 miatt? Nem teszem meg, ha 30-at találok. 20 miatt? 20 igaz ember miatt sem pusztítom el. Uram. Ó, uram. Ne haragudj, hogy még egyszer szólok. Ha 10-et találsz. 10 miatt sem pusztítom el. Uram, mi lesz azokkal, akik nem bűnösök? Uram, uram. Idegenek vagytok itt. Isten hozott benneteket. Mit segíthetek? Térjetek be hozzám éjszakára, és mossátok meg a lábatokat. Igen, gyertek. Aztán holnap folytathatjátok az utatokat. Köszönjük. De az utcán töltjük az éjszakát. Ne, kérlek benneteket. Ne itt az utcán. Gyertek velem. Érezzétek otthon magatokat közöttünk. Hozd ki a barátaidat! Lót! Lót! Hol vannak a férfiak, amik ma este jöttek? Hozd ki nekünk! Hadd ismerjük meg őket! Semmi baj. Majd mi megmutatjuk neki Szodoma vendégszeretetét.
Testvéreim, ne tegyétek ezt, kérem! Könyörgök, kérve kérlek benneteket, ne tegyetek így gonoszságot! Testvéreim, testvéreid? Azt hiszed, a testvéreid vagyunk? Csak mert házat tettél, itt már testvérek lettünk? Mi? Vigyetek, engem, de ne őket. Mit mondtál? Vigyetek engem, de őket hagyjátok. Ez egy nagyon érdekes ajánlat. Köszönjük. A vendéget megvédeni szent kötelesség. Vigyetek engem, vagy a lányaimat, de ne a vendégeimet. Micsoda öröm! Vigyük el mindent, gyerünk! Menjetek délnek, a hegyekbe, gyorsan! Ne feledjétek, ne nézzetek hátra, mert elpusztultok. Gyertek! Gyorsan! Egy év múlva. Megadja neked, amit ígért. Remélem. Fiút kapok tőle. Vigyázz Sárára. Kérlek, menj be hozzá. Miért? Miért? Hát, mert
Egész éjjel rosszul volt, és a bábák sem mondanak semmit. Az is lehet, hogy veszélyben van. Kérlek, segítsd őt, bármiben, bárhogyan. Segítsd őt, kérlek. Mit számít az én segítségem? Isten kezében van, hagyd is ott. Ábrahám, vaj szint! Véleményed szerint Izmael egy elfogadható, jóra való fiú? Izmael elfogadható, jóra való, ó, Istenem, egy csoda! Akkor 10 év alatt, amióta megszületett, miért nem volt hozzám egyetlen kedves szavad? Miért nem méltattad soha egyetlen apró elismerése sem? Igen. 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 Meg tudsz bocsátani. Most megkerestél. De csak most, mert segítségre vársz. Sárának épp elég szolgálója van. Na látod? Boldogult egyedül is. Menj hozzá, Ábrahám. Fiú hallottál? Ebben a korban? Nagyszerű! Kés csoda! Fiú! Megjött a bátorságod! Anyám! Anyám! Láttad, hogyan nyert Izmael? Láttad őt? Láttam, nagyon erős fiú. Bámulatba ejtő, hogy Izmael milyen fortélyos, ügyes, igazi vezértípus. De most nézzük, hogy Sárug ellen vajon mire lesz képes. Legyőzi-e? Így nem igazságos. Miért? Izsák, gyere, segíts nekem! Na, menj! Segíts a bátyám! Izsák! Izsák!
kapaszkodj és figyeld Cserúgot! Nehogy rászedjen! Így már mehet! Kettő egyenlen! Most lássuk, hogyan ért ezt az íhoz. Segítség nélkül. Szeretlek mindkettőtöket. Atyám, Izmael holnap felviszi a nyájat a legelőkre. Vele mehetek? Hát persze. Hogy szeretem ezeket a gyerekeket. Hol van Izsák? Izsák? Elment Izmaellel. Mi baj Sára? Szörnyű álmot láttam az éjjel. Félsz valamitől? Mondd, mi az? A jövő. A jövő, a jövő, a jövő, a jövő, ki? A fiamé. Nem akarom, hogy Izsák egyedül menjen a hegyekbe. Nem egyedül ment, vele van a testvére Izmael. Tudom. Izmael Izsákot nap, minap újabb dolgokra tanítja meg. Mire visszajönnek, többet fog tudni a birkákról, mint egy öreg pásztor. És ha nem jön vissza? Jaj, miért ne jönne vissza? Izmael azt teszi, amit Hagár mond neki. És Hagár bármire képes, hogy a fiát támogassa. A mi fiunk ellenében. Jaj, Sára, Sára. Ti ketten aztán nem titkoljátok, hogyan éreztek egymás iránt. Ősi visszaeszköztetek. A törzs minden férfi tagja akár a halálba is követné Izmaelt. Sokkal idősebb, mint Izsák is. Makacs. Gátlástalan. És ahogy az anyját elnézem. Ó, férjem. Szörnyű vágyakat látok csillogni Hagár szemében. Jaj, Sára, Sára, Sára! Nekünk már nincs csak időnk hátra. Isten elszólít minket. Ha magunk után hagyjuk Izsákot és Izmaelt, ki lesz az örökös kettejük közül? Mondd, ki lesz? Izsák, mert Isten Izsákot választotta. Aki szereti a bátyját. Igen, szereti. Olyannyira, hogyha Izmael arra kéri majd, Izsák örömmel lemond az öröklés jogáról, és követi Izmaelt, és imádja Izmaelt. Isten Izsákot választotta. Ez az ő ígérete. Azt hiszed, hogy nélkülünk a kis Izsák képes lesz szembeszállni Izmaellel és az anyjával? Hogy jutatja Isten a jogaiba Izsákot, megöli Izmaelt és Hagárt? Te mindkettőjüket annyira szereted, hogy meg se látod ezt. Én is szeretem őket. De mi okoztuk ezt a helyzetet?
És Isten most ránk bízta a megoldását. Nem. Én tehetek mindenről. Én, mert nem hittem elég erősen az Úr szavába. És most ezt a dolgot nekünk kell megoldanunk. De hogyan? 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 Küld el őket. Hogyan? Igen, persze. El kell küldeni őket. Küldjem el őket! Hogy megvédd a fiunkat. Küldjem el. Hiszem azt, hogy amit mondasz, nem csak a te akaratod, de Isten is. Anya és fia holnap reggel elmennek innen. Isten áldja. Ne aggódj értünk, atyám. Értek a túléléshez. Hát igen. Jól megtanultad. Várjatok, Hágár! Emlékezzél az Úr szavára, miszerint megáldom őt, megsokasítom és nagy nemzetté teszem. Thank you.
Mi a baj, fiam? Ismael. Hiányzik, ugye? Nekem is. És aggódsz, hogy mi van vele. Én is. Kérjük az úr segítségét. Igen, atya. Válassz egy bárányt, akit úgy szeretsz, mint Ismaelt. Az ő életét áldozzuk fel a bátyádért. Te választasz, vagy inkább én? Én fogok. Olyat, akit nagyon szeretek? Igen. Olyat kell, akit a legjobban szeretek. Igen, a hódolatod jeléül. Meghallgatta Izmael jaját. Kelj föl! Emeld föl fiadat és tartsd erősen. Isten nagy néppé fogja tenni őt. Azon sok csillag, mi az égbolton ragyog. 6 év múlva. Állatok alakját vette fel. A kos jön először, és utána jön a skorpió, a bak és a hal. Ha ismerjük a csillagok állását, és azt, hogy azok merre mozognak, nem tévedünk el az éjszakában, és olykor még csatát is nyerhetünk ezáltal. Eliézer! Te tudtad, hogy a csillagok apró kis állatok az égboltok? Annyi is van belőlük. Hozd az íjadat! Gyakorolni fogunk. Igenis, atyám. Ja, olyan fogékony, minden új dologra. És nekem alig van időm tanítani őt. Az elméje kiváló.
villám gyorsan megért mindent, és nem felejti el. Gyorsan felfog mindent. Igen, akármit de mondok most neki. Most valami nagyon fontos nézd, dolgod lenne. Milyen jól üli meg azt a szamarát. Még sosem láttam gyereket, de férfit sem, aki így értett az állatokhoz. Egy szó, egy sóha, és engedelmeskednek neki. Igen, nagyon ért hozzá, ez de most... Ez mint ügyesség. Ez ajándék, melyet Istentől kapott Izsák, hogy legyőzze a gonoszokat. Ez isteni erő. Magasabbra az íjat, magasabbra! Abraham, rám figyelnél egy kicsit? Igen, igen. Serug, igen, Serug, igen. Serug, fiam, a 8 napos. Várnak téged a körülmetélési szertartásra. Igen, igen, értem. Ez egyszerű dolog. Te is megcsinálhatod. Megcsinál. De nem az én tisztem. Jó lövés! Jó lövés! Akkor az apja már jó néhány szó látta, hogy hogy csinálom. De Serug, téged szeretne. Jaj, mikor értetek már meg végre? Nem látjátok, hogy dolgom van? Lassan olyanok lesztek, mint a gyerekek. És te meg olyan, mint egy idegen. Szóval Sára beszélt veled. Igen. Gondoltam. Akkor elmondom neked is, amit neki mondtam. Izsák lesz népünk vezére. És hamarosan. Igen, azt hiszem. Ő most az én egyetlen fiam. Minden percemet arra kell szánnom, hogy tanítsam őt. És semmi, de semmi nem lehet fontosabb ennél, megértetted? Semmi. Értem. Eliézer. Nem hagyhatom Istent megint cserben. Megint? A múltban volt idő, mikor azt hittem, hogy az Úr elhagyott engem. Én voltam az, aki elhagytam őt. De soha többé nem fogom elhagyni. Izsák, gyere! Hozd az íjat! Megmutatom neked, hogyan kell megfeszíteni a húrt. Abraham. Itt vagyok, uram. Vedd egyetlen fiadat, Izsákot, és menj fel Moria földjére, arra a hegyre, melyet majd megnevezek neked, és mutasd be égő áldozatul. Uram, mutasd be égő áldozatul. Mutassam be Izsákot, mint égő áldozatot. Miért, uram? Uram, miért?
Ti maradjatok itt. Csak a fiam és én fogjuk bemutatni az áldozatot, és aztán majd visszajövök ide. Hozzátok. Magasan nincsenek birkák. Hozták hova követ a tűzgyújtáshoz? Igen. A fánk már van, de hol van a bárány az áldozathoz? Szorosan kösd meg, atyám. Ábrahám, ne bántsd a fiadat. Most már tudom, hogy féled az Istent. És nem tagadtad volna meg tőle még szeretett fiadat sem.
megáldalak téged, Ábrahám, és utódaidat megsokasítom, mint a tengerpart fövenyét, és mint az ég csillagait. Ábrahám áldással telikorban és az életet megelégelve halt meg. Fiai Izsák és Izmael temették el őt egy hebroni barlangban, közvetlenül felesége Sára sírja mellett. Apja sírjánál a két fiú kezet fogott egymással. Magyar hangok. Hegedűs D. Géza, Menszátor Magdolna, Mádi Szabó Gábor, Détár Enikő, Csengeri Attila, Barbinek Péter, Zakariás Éva, Simon György, Előd Álmos, Áron László, Széjes Imre, Maróti Gábor, Halasi Dani, Szőke András, Kálói Molnár Péter, Bata János. A magyar szöveget az ismert bibliafordítások felhasználásával Bajkon András írta. Hangmérnök Miklós Miklós, rendezőasszisztens Váradi Eszter, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Andor Péter. A szinkron az MTM kommunikáció megbízásából a Stúdió 1 közreműködésével a Videovox Stúdió Kft.-ben készült.